Rendszeresen vonulnak a tűzoltók kéményben égő, lerakódott korom miatt. 2023-ban összesen 1132 alkalommal riasztották a tűzoltókat országszerte szénmonoxid miatt. Ez ugyan kevesebb, mint a 2022-es adat, de közülük 261-en szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést, ami 56-tal magasabb szám az egy évvel korábbinál. 15-en életüket is vesztették szénmonoxid mérgezés miatt Magyarországon és szabolcs Bereg megyében is volt dolga a katasztrófa védelemnek. A 2023-as esztendőben 431 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezen tüzek körülbelül ötöde a kéményből indult el, tehát kéménytüzes esetekről volt szó. A kéménytüzes eseteknél a jelzés után ugye a tűzoltó egységek azonnal vonulnak az adott ingatlanhoz, és legtöbb esetben ugye különböző kéziszerszámokkal eltávolítják a parázsló izzó részeket a kéményből, és természetesen átvizsgálják az ingatlant, akár a födémet, illetve a tetőszerkezetet, hogy esetleg a tűz tovább terjedte. Akkor keletkezik szénmonoxid, ha zárt térben nyírt láng és nem megfelelő a levegő utánpótlás. Bármilyen nyírt láng forrása lehet a mérgező gáznak, függetlenül attól, hogy fűtenek, főznek vagy vizet melegítenek vele. A leggyakoribb azonban, hogy a kémény szabálytalan műszaki kialakítása vagy elhanyagolt állapota miatt keletkezik szénmonoxid. Ennek elkerülésében kulcsfontosságú szerepe van az ingyenes kéményseprésnek. Nem feltétlen az a fontos, hogy mikor végzik el a kéményseprők a kémény tisztítását, vagy éppen ellenőrzését, hanem a rendszerességen van a hangsúly, ez a legfontosabb, hiszen aki fával vagy valamilyen szilárd tüzelőanyaggal fűt az otthonában, akkor annak évente érdemes átnézettetni a berendezést, a kéményt, aki pedig gázzal fűt, annak két évente javasoljuk az ellenőrzést és kéménytisztítást, aki pedig társasházban él, az pedig eléri már a 2020 négyes sormunkatervünket a sor katasztrófa katasztrófavédelem honlapjain. Érdemes arra is odafigyelni, hogy mivel fűtünk. A műanyagoknak, ruha ruhanemőknek, gumiabroncsoknak és a háztartási hulladékok egy részének lehet, hogy jó a fűtőértéke, viszont jelentősen rontja a levegő minőségét. Az elmúlt napok szeles időjárása javított ezen a helyzeten, jelenleg nyíregyházán megfelelő szintet mutatnak a mérők, vagyis nyugodtan lehet élvezni a szabadtéri tevékenységeket.